Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV kedves nézőit. Egy sorsszerű találkozásról szeretnék önöknek beszámolni. Geri Tibor úrral beszélgetünk itt Vikácson, egy csodálatos helyen, és benéztünk egy sátorba, és Tibor itt ült éppen, és már régóta szerettem volna vele a világ nagy dolgait megbeszélni, konkrétan azt, hogy ebből a káoszból, ami jelenleg jellemző a magyar jogi rendszerre, milyen módon tudnánk kiutat vezetni, illetve talán nem én, hanem a Tibor segítségével, aki már lassan, hosszú évtizedek óta foglalkozik ezzel a témával. Elég sok elágazás történt az ő munkájában, és itt az ideje annak, hogy valamilyen módon elinduljunk a megoldás felé, és a mai beszélgetésünk konkrétan arról fog szólni, hogy mik azok az akadályozó tényezők, ami miatt nem indult el ez a dolog, és igazából kihívóként keresünk egy olyan felelős alkotmányjogászt, aki hajlandó elbeszélni, megbeszélni a magyarság sorsát alkotmányozás szempontjából, ha rosszul fogalmazok, bármiben légy szíves, segítsél ki, hogy elinduljon ez a folyamat, mert hogy itt mindenki beszél mindenről, de az ős forráshoz visszatérve, Tibor kezdte ezt az egész dolgot annak idején, hogyan tudnánk szövetségesekre találni, és hogyan tudnánk végre elindulni azon az úton, ami a magyarságot kivezetheti abból a több száz éves kimerem jelenteni káoszból, amiben benne totyog. Elnézést a hosszú bevezetőért, nagy szeretettel üdvözlünk akkor. És hogy foglalnád össze ezt a jelenlegi helyzetet, amiből szeretnél tovább lépni? Hát úgy tudnám összefoglalni, hogy egy 1000 éves, egy 100 éves, meg egy 10 éves folyamatnak a végén vagyunk. És most van itt a lehetőség és az idő arra, hogy ezt az egészet felszámoljuk, és visszatérjünk egy olyan ősi szkíta értékrendre, ami az emberiségnek az egész történelmét helyére tudja tenni, és egy olyan csodálatos jövőt tud adni, amit ma még szinte el se tudunk képzelni. És az én igazi felismerésem, tehát mindig azzal jönnek, hogy mit találtam ki, nem találtam ki semmit, én felismertem dolgokat, és az igazi felismerésem az, hogy a 89-es alkotmány mutatja a kivezető utat, és egy olyan jövőt vázol fel, ami nem csak a magyar nép jövőjét határozza meg, hanem az egész világ sorsát képes megváltoztatni és egy pozitív irányba vinni. Ennek történelmi okai vannak, az elmúlt 1000 év, az elmúlt 100 év és az elmúlt 10 év mind-mind abban azt hozta, hogy ebbe az irányba menjünk. Nincs más út. Tehát az a lényeg, hogy a 89-es alkotmány szerint jogilag nincs más út, mert a 89-es alkotmányt úgy rakták össze, az égiek segítségével, hogy senki nem azt akarta, ami benne van, viszont ami benne van, az a magyar nép számára kijelöl egy utat, és nem is enged belőle egy másodat. Ezt a pontot mond elég szívesen. Igen, ez az út, ez arról szól, hogy ami a történeti alkotmány lényege is, 1848 után a nemzet nem csak a nemesekből állt, hanem a nemzet az egész népből, és a nép kapta meg az alkotmányozási jogát. Tehát a magyar történelemben egyedülállóan szintézisbe került az isteni szuverenitás és a népszuverenitás. Nem egymás mellé, nem egymás helyett, hanem szintézisbe került. Ilyen a világon sehol nem volt, nem jött létre. És ez a szintézis adja azt a lehetőséget, hogy 89-ben ugyanide jutott vissza a jog, a jogfejlődés, hogy visszajutott a nép kezébe az alkotmányozás joga. Tehát minden hatalom a népé, konkrétan így fogalmazta. Igen, és innentől kezdve, amikor egy ideiglenes alkotmányba belekerül, hogy minden hatalom a népé, onnantól kezdve a képviselőnek nincs joga ebbe beleszólni, csak megteremtheti a feltételét annak, hogy a nép alkotmányozzon. Azért nem teremtették meg a feltételét, mert abban a pillanatban a politikusok hatalma megszűnik. Onnantól kezdve nem a politikus mondja meg a népnek, hogy mit tehet, hanem a nép mondja meg a politikusnak, hogy mit kell tegyen. Uh-huh. Tehát
Tehát ez egy tökéletes, egy nagyon jó összefoglaló volt, és akkor most ahhoz, hogy ezt az első lépést meg lehessen tenni, igen, ehhez ugye azt említetted, hogy 10 darab alkotmányozó jogász kell, de legalább egyet szeretnénk ide a stúdióba, akivel meg tudnád beszélni ezeknek a lépéseit. Mik lennének véleménye szerint ezek a lépése, hogy ezt az alkotmányozó, tehát nem az ideiglenes alkotmányt, hanem az alkotmányozást, vagy minek, milyen jogi formula ez, amiről beszélünk, amit el kéne ahhoz kezdeni, hogy a változások elinduljanak, és ne a politikus irányítsa a világot, hanem végre a nép képviseletébe tudjanak bármit ellátni. Igen. Onnan kezdődik a dolog, hogy az alaptörvény érvénytelen. Uh-huh. Tehát ennek a kimondása az első lépés. Ezt én 2011-ben megkíséreltem, minden alkotmányjogi tanszéket megszólítottam, jogi szervezeteket, alkotmányjogászokat, volt igazságügyminisztereket, hihetetlen széles kört, mindenki. És öten válaszoltak, azt mondtad erre a dologra? Igen, öten válaszoltak. Uh-huh. És sajnos egyik se úgy, ahogy kellett volna. Fontos, amit mondtál, mert mindenki azt mondja, hogy ez az alaptörvény érvénytelen, de mi a következő lépés ahhoz, hogy igen, elinduljunk a kimenetélének ebből? Tehát... Igen. Hogyha viszont érvénytelen, és az az egyik dolog, hogy az alaptörvény érvénytelen, a másik dolog az, hogy a képviselők 2011. decemberben hatályon kívül helyezték az alkotmányt, amit jogilag nem tehettek meg. Tehát, hogyha valamit jogilag nem tehetnek meg, akkor az előző jog az érvényes, tehát az ideiglenes alkotmány joga az, ami a magyar állam joga, és a magyar állam a mai napig jogilag a magyar köztársaság. Ehhez a joghoz kell visszatérni. Az ideiglenes alkotmány semmi más lehetőséget nem ad 2014 óta, csak azt, hogy a nép alkotmányoz. És az, hogy a képviselők alkotmányhoz mertek nyúlni, ez teljes egészében törvénytelen. Tehát innen nemzetközi jogot is sért, és az ideiglenes alkotmány jogát is sérti. Uh-huh. Na, és akkor ugye még egyszer ez a nagy kérésünk, hogy valaki verje föl ezt a lantot, akinek fontos a magyarság és a világ sorsa, mert mindjárt elmondott, hogy ez milyen vetületet vett ki a világ sorsára vonatkozóan, aki hajlandó beled a stúdióba leülni, nem háborúzni, abban elég volt, igen, az, hogy mik az első lépések ahhoz, hogy ez az egész dolog és az egész folyamat elinduljon, hogy az egész magyarságot kivezessük. Ugye meg említetted, hogy a szkíta értékrend, meg ugye nem említettük még, de Szent Korona értékrend, de ez a mai fiataloknak, ha elmondod, igazából lövésük nincs, hogy miről beszélünk. Már a történelmükből se tudjuk a szkíta szót, igaz? Habár most a régészeti kutatásokból azért már lehet hallani, hogy lehetne ezt a édesdrága mai magyar fiatalságot fölébreszteni, hogy gyerekek egy olyan ősi múltra rendelkeztek, ami predesztinál benneteket arra, hogy legyen jövőtök nagyon sok néppel ellentétben, akik egyelőre a káoszban botorkálnak. Igen, hát ott kezdődik a dolog, hogy 1920-tól kezdve hazudnak nem csak a történelmünkről, hanem arról, hogy mi történt, és hogy jutottunk el 89-hez. Mm. Viszont 89-ben létrejött egy olyan ideiglenes alkotmány, ami két dolgot vetít előre. Egy alkotmányozást és egy néphatalmat. Mm-hmm. Tehát egyértelműen benne van az ideiglenes alkotmányban, hogy minden hatalom a népi, az azt jelenti, hogy nem nép, nem nemzet, nem alkotmányozó nemzetgyűlés, hanem maga a nép az amelyik megalkotja. És innentől kezdve, amikor a nép megalkot egy ideiglenes alkotmányt, mert nem tud még rendes alkotmányt alkotni, de egy ideiglenes alkotmányt meg tud alkotni a nép, ez az ideiglenes alkotmány azt jelenti, hogy létrejön egy jogfolytonos új magyar állam. És ez a jogfolytonos új magyar állam egyben jogfolytonos lesz a magyar királysággal is, és a magyar köztársasággal is. Ez azt jelenti, hogy a Szent Korona értékrenddel is jogfolytonos, uh-huh, és a nemzetközi jog által létrehozott és elismert magyar köztársaság alkotmányával is jogfolytonos. Na, csak egy kérdésem van, bocsáss meg, igen. Igen, csak a legfontosabb kérdés az, hogy mit hoz létre. Uh-huh. És ez az ideiglenes alkotmány egy olyan új államot hoz létre, amiben néphatalom működik. Ilyen nincs a világon sehol még. Tehát innen tudna a többi népeknek is példát mutatni. Igen, tehát nincs olyan, hogy a
a nép hozza létre az alkotmányt, és nincs olyan, hogy az alkotmánnyal létrehozott állam a nép érdekében működik. Uh-huh. Ez egy olyan példa a világnak, és egy olyan új társadalmi lépés, ami ez az új következő társadalmi világkorszaknak az alapja. Mert hogy a civilizáció az arról szól, hogy nem a népért szól, hanem a nép kiszolgáltatottságáról, mióta az egész szót kitaláltak egyáltalán. Ez 3000 éve erről szól. És köszönjük szépen, a következő 3000-et nem így szeretnénk eltölteni. Egy kérdésem van már. Ugye az, hogy az alkotmány érvénytelen, ezt rengeteg fórumról és csoporttól halljuk. Igen. Mi az a pont, amikor ők elágaztak attól a gondolatiságtól, amit te képviselsz, illetve amit te létrehoztál? Igen. Két helyen. Az egyik az, hogy mitől érvénytelen. Tehát attól érvénytelen, hogy nincs joguk megalkotni. Tehát ez a legelső dolog, és ezt jogászoknak nem kellene magyarázni, mégis professzoroknak is el kell magyarázni, ez a probléma. A másik dolog az, hogy az alkotmány, ahogy mondtam, egyetlen egy jogilag helyes utat jelöl ki. És maga az alkotmány nem enged tőle mást. Tehát aki mást akar tenni, ezért lett érvénytelen az alaptörvény, mert mást akartak tenni, mint amit az alkotmány előír. Minden olyan dolog, amit mást akarnak tenni, az jogilag érvénytelen. Ugye itt jön a népi törvénykezést, kitalálták, jogilag érvénytelen helyzethez vezet. Kitalálták a magyar állam tulajdonosainak, jogilag érvénytelen. Minden olyan kezdeményezés, ami ettől eltér, én nekem nincs saját elképzelésem. Az állam tulajdonosok miért jogilag érvénytelen? Hát mert olyan dolgon nem lehet tulajdont szerezni, aminek van tulajdonosa. És a magyar államnak van tulajdonosa. Ennyi. Tehát ez az alap, de hát ez még sok hosszan lehetne folytatni. Tehát mindenki egy alap dolgot szajkóz, tehát hogy az alaptörvény érvénytelen, de igen. Azt, hogy hogyan kell az első lépés megtenni, és csak alkotmányos úton lehet tehát megtenni. Az alkotmány kijelöl egy utat. És ehhez egy alkotmánybíróság összeállna, és azt mondaná, hogy és ennyi kéne az egész, ez, hogy elinduljon? Egy jogi fórum kell. Egy jogi fórum, ahol kimondják az alaptörvény érvénytelenségét. Ebben a pillanatban a politika, az létrehozott diktatúra, ami nem a magyar állam, az nem tud mást tenni, mint kénytelen egy jogilag jó helyzetet létrehozni. Egy jogilag érvényes helyzetet csak úgy lehet létrehozni, hogyha leülünk tárgyalni, és a békés átmenet érdekében a hatalmat úgy adják át, hogy rendezetten. Tehát a 89-es mintához hasonlóan meg lehet tenni, hogy leülünk, megtárgyaljuk, és az életükért cserébe. Az életükért cserébe. Ezt komolyan mondom. Ki jogosult arra, hogy ebbe a jogi fórumban részt vegyen, és döntéseket hozzon? A jogi fórumban az a lényeg, hogy olyan jogászok legyenek benne, akik nem hazudnak, akik a jogot nem kiforgatni akarják, hanem a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás elvét vallják, és azt arról beszélnek, ami le van írva. Nekem a földvári professzor mindig azt mondta, mi van odaírva. Tehát az a lényeg, hogy a jogi szövegekbe pontosan le van írva, hogy mit kell tenni. És az is pontosan le van írva, hogy miért érvénytelen az alaptörvény, és ezt mindenki tudja, és ez a problémám, hogy pontosan, a jogászok pontosan tudják, hogy mitől érvénytelen, mégsem beszélnek róla. Felelős, magyar érzelmű alkotmányjogászokra van szükség, és akik tudják, hogy az ő döntéseiknek milyen jogkövetkezménye van, a magyarságra vonatkozólag, mert lehet itt más érdekeket. Én nagyon köszönöm, itt voltál, várjuk a kihívót, jó? Tehát aki megbeszéli ezt, mert most már évek óta beszélünk erről, de most már tovább kell lépni. Itt vagyunk az óriási nagy változások küszöbén. Igenis, az alkotmány az alapkő ahhoz, hogy egyáltalán létezni és élni tudjunk egy olyan világba, ami nem arról szól, mint az előző 3000 év. Nagyon köszönöm, hogy itt véletlenül találkoztunk. Én köszönöm a lehetőséget. És én nagyon remélem, hogy a stúdióban hamarosan találkozunk, és hogyha neked van olyan ötleted, hogy kit szólítsunk meg, alkotmányjogászt? Nekem mindegy, bárki lehet. Még egyszer mondom, csak olyan csak legyen, aki nem mellé beszél, hanem a jog nyelvén. Jó, mindig azt kérdeztetek, mit kell segíteni, akkor itt megvan lehetőség, a környezetetekben élnek, léteznek alkotmányjogászok, szerintem ők is nézik a VNTV adásait. Nagy szeretettel várjuk Önöket a stúdióba, ha nem most július, augusztus, szeptember első napjaiban bátran megszervezzük ezt. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.